Nagyon szép hétvégét és nagyon szép péntekestét kívánok a Szombathely Televízió valamennyi nézőjének. Megkezdjük a hétvégi programajánló magazinunkat, és azért barátkozunk egy picit a gondolattal, ha bár jó idő van, de bizony itt van az ősz, itt van újra, megkezdődnek a szüreti programok az egész megyében, hamarosan Bozsokra látogatunk, de nem bort kóstolunk, hanem itt a stúdióban valami nagyon-nagyon finomat. Előtte azonban elmondom azt is, hogy érdemes SMS-ezni nekünk a 0620-2020-800-as SMS számra. Írják meg nekünk, hogy önök mit készítenek el ilyenkor ősszel, melyik a kedvenc süteményük, vagy melyik programot látogatják. Szóljanak hozzá a műsorunkhoz. Nem is akár miért, mert hogy egy 3000 forint értékű utalványt sorsolunk ki, amit sütemény vásárlásra használhatnak fel a Kerekes Cukrászda jóvoltából, és gazdára talál majd egy könyv ajándékcsomag a Lira könyvesbolt és az Atrium Family Center felajánlásából is. És ahogy említettem, itt már nagy készülődés folyt az adás előtti percekben is, a Kerekes Cukrászdából nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban állandó vendégünket, Banga Lászlót, szia! Szia! Feleségedet, Bangáni Somogyi Veronikát és gyermeketeket, Zsoltot. Sziasztok! Szia! Egy őszi süteményt fogunk készíteni az ősz jegyében, mert hogy? Szüreti felvonulás lesz hétvégén Bozsokon, és ennek az apropójából elkészítettünk egy desszertet, ami egy borkrémmel lesz töltve, úgyhogy neki is láthatunk talán akkor így a elkészítésének. Mire van szükségünk hozzá, hogyha a formát nézzük? Hát a forma ez egy ilyen speciális forma, de nem ebben a desszert formában, hanem egy kis rollárként, vagy kockaként is el lehet otthon készíteni. Ez csak egy kis kihívásnak tekintettük mi, úgyhogy ezért tettük ebbe a formába. Egy kis ügyességet igényel egy ilyen mintás piskóta, egyik része csokoládés felvert, a másik része sima piskóta felvert, és akkor egy ilyen sima piskóta lapot sütünk, amiből ilyen karikákat fogunk kiszúrni, és akkor az egyéb hozzávalók pedig a főzött pudingunk, amit így készítenénk is, mert betöltjük magát a süteményt, majd ezt mutatjuk. Kellett hozzá egyébként vajat tenni a puding részhez? Nem, a pudingban csak cukor van, tej és vaníliás pudingpor. És akkor ehhez teszünk szőlőt is, majd még egy kis porcukrot, vaníliás cukrot egy kicsit. Nem sajnáljuk, annak nagyon jó íze van. Zsolt, és, mivel egy boros desszertről van szó, úgyhogy egy kis bort is teszünk bele. Ó, ettől lesz úgy gondolom majd pikáns íze. Igen, igen. És ha jól tudom, akkor ezt is így együtt találtátok ki, igaz? Igen, igen, igen. Amikor megkaptuk, hogy eljöhetünk ebbe a műsorba, akkor úgy gondoltuk, hogy ide valami újdonságot kell kitalálni, hogy a nézők ne a megszokott dolgot lássák tőlünk, és ennek az apropójából készítettük el a süteményt a családdal közösen tegnap délután, úgyhogy így találtuk ki. Beletesszük akkor a szőlőt. Igen. Is a krémbe. Az mondjuk a szőlőt, a beáztatott mazsolát. És így kapcsolódik az őszhöz a mi süteményünk is. Igen, bent igen. Van a bor, a szőlő, a mazsola. Akkor Zsolt is segíteni, akkor jöhet a zselatin. Oké, és akkor te ezt ilyen butathatsz még nekem, Zsolt. Miben szoktál, Zsolti, segíteni egyébként? Hát a sütemények díszítésében, a pult feltöltésében. Az bizony, mert a cukrászdában is láttalak már párszor, hogy ott is segédkezel, és itt a sütemény elkészítésében mi volt a feladatod? Aprítottam a szőlőt. És hát adott pudingot főztetek, meg hát adod a kézre adod a hozzávalókat. Veronika, mit kell tudnunk a bozsoki szüreti felvonulásról és programokról? Hát a holnapi napon, most már közel 20. alkalommal kerül megrendezésre Bozsokon ez a szüreti felvonulás, és ilyenkor ebben az egész falu részt vesz, a tűzoltók, a sportolók, az óvodások, a színjátszókör, baráti kör, fiatalok és idősebbek egyaránt beöltöznek, és egy vidám menet indul végig a falun, és a menetet kísérik a nézelődők, a kirándulók is, és így a sportpályára már egy hatalmas vidám társaság érkezik.
És ha jól tudom, akkor a süteményeknek is szerepe van ilyenkor nálatok. Így van, holnapi napon délelőtt a Borházban lesz a gyümölcsös sütemények versenye. Ide a házi asszonyoktól várunk gyümölcsös süteményeket, és ezeket egy zsűri bírálja el, és a legjobbnak ítélt három díjazásban részesül. Közben Zsolt is segít, ugye elkészítitek a formákat, a süteménynek az oldalát. Igen. Ezt egyébként, hogyha leegyszerűsítjük otthon, akkor egy sima piskótából is megcsinálhatjuk, igen, ugye? Igen. Hány tojásból érdemes egyébként mondjuk egy gáztepsire valót sütni, hogy ne legyen olyan igen, magas? Igen, igen. Hát egy 7-8 tojásból már egy nagyon szép piskótát lehet készíteni. Úgyhogy viszont ehhez a speciális felvethez a tojás, a liszt és a cukron kívül még egy kis zsíradékot is kell beletennünk, hogy ne törjön el ilyenkor, amikor így belehajtjuk a formába. Közben akkor így... A tejszínt is hozzátettük, mondom közben a kedves nézőknek, tehát a vaníliapuding, a gyümölcsök, a mazsola és a tejszín, a fehérbor, vaníliás cukor, cukor után. Igen, és akkor betöltjük a... Ebbe a dresszérzsákba beletöltjük. Otthon egyébként erre egy sima nejlonzacskó is, igen, jó. Igen. Aminek aztán az alját kiukasztjuk, és akkor... a formát kitöltjük szintig. Ebben a krémmel. Le kell majd simítanunk a végén, vagy igen, így marad? Igen, 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 ne simítjuk. Még egyszer megtöltöm a zsákunkat. Mennyire szeretik egyébként Bozsokon ezeket a különlegességeket? Mennyire próbálják ki maguk a házi asszonyok? Említetted, hogy verseny is van a faluban. Azt gondolom, hogy falusi asszonyok lévén nagyon szívesen kísérleteznek. Van olyan sütemény, aminek a receptjét mi egy ottani hölgytől kaptuk meg. Szerintem nagyon szeretnek sütni. És most itt az ősz újfajta gyümölcsöket, tehát a szőlőt, a szilvát, aztán a sütőtököt is majd be lehet vinni a kínálatba, akár a cukrászdába is, de hogyha a házi asszonyoknál maradunk, akkor otthon is, akár én is szívesen próbálkozom ilyen sütemények készítésével. Akkor mondhatjuk azt, hogy az ősz meghozza az új ízeket is, akár a cukrászdába, meg az otthonainkba is? Így van, minden évszak egy kis szint, egy kis változatosságot hoz a cukrászdába is, meg otthon is az asztalainkra. És közben ugye le kell simítani a formát. Otthon a formát egy muffin formával is pótolhatjuk? Igen, igen, igen. Na, akkor el tudjuk készíteni. Meglátnék gyakorlott házi asszony, vagy te is. Köszönöm a bókot azért. Vannak otthon kisebb malőrök, erről most nem szeretném a nézőket tájékoztatni, de azért még gyakorolni valom lenne bőven. És akkor így mi el... a feladat? Ezt a formát így akkor betesszük a hűtőszekrénybe, és egy negyed óra 20 perc alatt, így a, inkább úgy mondom, hogy a mélyhűtőbe betesszük, negyed óra 20 perc alatt kidermed, és egy csokoládé ganázzsal fogjuk áthúzni a tetejét, csokoládé, mártás szósz, és tejszé abból, és egy szőlő virággal fogjuk díszíteni. Nagyon jó, a műsor végén megnézzük, hogy készül el ez a bizonyos csokimáz a végére, és meg is fogjuk kóstolni. Most azonban ellátogatunk a Coop Rallira, mert hogy ismét elrajtort a magyar termékeket népszerűsítő Coop Ralli. Idén rekordszámú, több mint 110 autóval látogatják végig Nyugat-Magyarország jelentős élelmiszerellátóit. A Székesfehérvárról indult ralli második állomása Szombathelyen a Hétforrás ZRT volt. Magyar füstölt kolbász, magyar bor és magyar pálinka, többek között ezekkel a termékekkel várták Szombathelyen a 11. Coop Rally résztvevőit. A rendezvénynek ugyanis egyik fontos célja, hogy bemutatkozhassanak a helyi előállítók. A verseny résztvevőit a Coop hazai üzletlánc tagja, a Hétforrás ZRT látta vendégül, amely a régióban fontos logisztikai központja a magyar élelmiszeripari termékeknek. Közel 600 vasi és zalai boltot látnak el áruval, mégpedig 24 órán belül. Azzal, hogy magyar a termék és hazai előállítású, hazai alapanyagból készült a termék, hogy folyamatosan figyelni tudunk arra a minőségbiztosításra, amit ugye egy termék, egy élelmiszer főleg megkíván, hogy munkahelyeket teremtünk azáltal, hogy itt gyártatjuk, itt termeltetjük, hogy az alapanyagot a magyar
agráriumból szerezzük be ezekhez a termékekhez. A hazai üzletlánc ma közel 4000 üzletet lát el a minőségi magyar áruval. 11 éve, amikor fölmerült először ez a gondolat, hogy indítsunk valamilyen szakmai programot a magyar minőségi élelmiszerek népszerűsítése érdekében, egész más volt a magyar termékek megítélésére. Ha visszagondolunk, egy 12-15 éve még a külföldi termékek voltak azok, amiket sokkal jobb színvonalnak gondoltak az emberek. Mi úgy éreztük, hogy az egész ország, a magyar élelmiszeripar és a magyar kereskedelem érdeke is az, hogy ráirányítsuk a figyelmet a minőségi magyar élelmiszerekre, hisz mi láttuk a munkánk során, hogy rengeteg olyan termék van, amelyik mind minőségben, mind árértékarányban bőven teljesíti azokat a kritériumokat, amiket a fogyasztók elvárnak. Ezért született ez a kezdeményezés, hogy lehetőleg évente tartsunk egy olyan párnapos szakmai rendezvényt, ahol egy olyan konzultáció ki tud alakulni az élelmiszeripar, a kereskedelem, a kormányzat, a helyi önkormányzatok képviselői között, ami elősegíti ezt a célt. Mi úgy érzem, hogy jelentősen tudtunk előrelépni a mai évre, 2016-ra gyakorlatilag minden üzletlánc többé-kevésbé építette a portfóliába azt, hogy a magyar termékeket ajánlja, próbálja kiemelni, időnként kampányokat csinál a támogatására. Ezt mindenképp a Coop kicsit a saját sikerének is érzi. Mindig is alapérdekünk volt az, hogy a magyar ipart támogassuk, és lehetőleg magyar termékekből álljon a választék nagy része. A mai napig a forgalmazott cikkek kb. 80%-a, vagy a fölött a saját márkás termékeknek 90% fölött van a magyar termékek aránya, vagy Magyarországon gyártott termékek aránya. Az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett a kis kereskedelem forgalma. Ennek egyik oka, hogy egyre többen dolgoznak, így több jut a vásárlásra is. Ám a vevők fontos választási szempontja az áron kívül a minőség. Azt gondolom, hogy a Coop egy nagyszerű kezdeményezéssel természetesen lehetőséget ad a saját beszállító partnereinek bemutatkozására. Meg tudja mutatni ebben a raliban, hogy kik azok a magyar jelentős élelmiszeripari szereplők, legyen az KKV, vagy legyen az nagyvállalat, amelyeknek a portékájára biztosan számít. Cégek termékeinek folyamatos a kereslete az üzletekben. A vásárlók. A vásárlók nem fognak megváltozni. Azokat a termékeket fogják beletenni a kosarukba, amelyek számukra megfelelő minőséget jelentenek és elérhető áron hozzájutnak. Ebben a kettős mércében a magyar cégek által előállított élelmiszerek jó pozíciókat tudtak maguknak kiharcolni az évek során, és én azt gondolom, hogy a magyar vásárló most már figyel arra, hogy azonos minőségű, azonos áru termékek esetében a magyar terméket válassza. A Coop Rallyn induló több mint 80 élelmiszeripari és kiskereskedelmi cég csapata a Dunántúl meghatározó gyártóihoz látogat el. A versenyen a szakmán kívül ismert személyiségek is részt vesznek. Mi sportoló, hát oda kell figyelnünk az étkezésre, és hát az egy külön öröm, hogyha tényleg magyar termékek között tudunk válogatni, és hát igen, biztonságos ellenőrzött, milyen forrásból származik, ugye az nem mindegy a mai sportvilágában, és tényleg az, hogy egyrészt ne legyünk utána betegek, a másik fele pedig, hogy tényleg, hogy mindenféle egészségügyi előírásnak megfeleljen. A magyar termékeket népszerűsítő Coop Rally két nap alatt 650 kilométert tesz meg Nyugat-Magyarországon. A versenyzők meglátogatják a tájegységek legkiválóbb élelmiszerfeldolgozóit. A Hétforrás ZRT után a rally második vasi állomása a Sárvári Sága Food ZRT volt. Első Borgátai Lesz Fesztivál lesz szeptember 17-én Borgáta településen. A stúdióban pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a település polgármesterét, Gőce Zsanettet, és az Alai Lada Klub tagját, Wittinger Balást. Jó estét kívánok, sziasztok! Szervusz, Viki! Üdvözöljük mi is a nézőket! Lada Lesz előszüreti fesztivál. Honnan jött az ötlet? Ez első alkalommal rendezitek meg. És miért pont Lesz Fesztivál nevet kapta a program? Az igazság, hogy én nagyon régi volt fesztivál rajongó vagyok, és mivel a volt név ezáltal már foglalt, és a lesz meg amúgy is jövő idő, és az L betű a Lada, az E az előszüret, az S pedig maga a szüret nevét viseli, ezért lesz fesztivál lesz. És a Lada is mindig lesz, igaz Balázs? Ez így van, Lada mindig lesz. Hála Isten, hogy volt, van is, lesz is. Utánpótlásról gondoskodtak.
Tehát új típusok jelentek meg belőle, és reméljük, hogy ennek a zászlós, vagyis ennek a hajónak a zászlaját a szél az tovább fújja. Hogyan talált egymásra Borgát a település és maga a Lada Klub? Szerencsénk volt, egy közös ismerősön keresztül jutottunk egymáshoz, és elég érdekes volt az első találkozásunk, ugyanis ez Sárváron történt meg, egy telefonbeszélgetésen történt ez megszervezésre. A férjemmel vártuk a Balázsékat, és így kérdeztem a férjemtől, hogy vajon miről fogjuk őket megismerni, mert ugye alapból megkérdezik, hogy miben leszel, vagy milyen autóval jössz, de nem kérdeztünk akkor egymástól semmit, és mondta a férjem, hogy szerintem meg fogjuk ismerni. És ezzel a lendülettel bejött a Lidl parkolójába egy olyan autó, pont motoros találkozó volt, hogy a motorosok szinte lementek kutyába, és megérkezett Balázs. És akkor egyből tudtuk, hogy ki kicsoda. Mert hogy neked is van Ladád, természetesen, már hogyha a Lada Klub tagja vagy. Mit kell tudnunk a te autódról? Hát három Ladám van. Van egy 2107-esem, van egy 2105-esem, és van egy VFTS versenyautóm. Tehát igazából, amiről beszélnék, Zsonetthoz, ugye hazamentünk a Lidli parkolóba a versenyautóval, hát azért nem volt nehéz megismerni egy olyan autót. Annyit kell róla tudni, az egy épített autó, igazából versenycélra, kimondottan rally versenycéljára volt készítve. A motorja 180 lóerő körül van, teljesen más váltó, teljesen más futómű. Hát igazából itt most azt kell mondjam már az autóra, hogy csak a borító a Lada, tehát a beltartalom azért nem. Extrém autók sora is látható majd a tieiden kívül is. Mit kell tudnunk ezekről az autókról? Miért különlegesek ezek a Ladák? Én azt mondanám, hogy minden egyes autó különleges, főleg a gazdáik számára. Láthatunk is pár képet, a nézőknek mutatjuk illusztrációként. Hát minden márkatárs azért nagy becsben tartja ezeket az autókat. Itt azért, hogyha megnézzük, itt egyes autóknak az ára több millió forintot ér el. Tehát itt a restauráltak, az OT-rend számosok, tehát itt hatalmas értéket képviselnek. Aki nem rajong mondjuk ezekért az autókért, annak is érdemes ellátogatni majd hozzátok, a Lada lesz előszüreti fesztiválra. Zsanett, miért is? Igen, hát van egy nagyon jó termálfürdőnk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen akár fiatalnak, akár idősebbnek érdemes eljönnie és egyet csobbanni így a szeptemberi iskola kezdésben, illetve hát nagyon jó programokkal, zenekarokkal várjuk a kedves látogatókat. És nagyon reméljük, hogy mindenki jól érzi magát, és egy családias, jó kis programot tudunk szervezni. És megmondom őszintén, hogy igazából maga a Lada nekem a családot szimbolizálja, hiszen az régen az egy státuszszimbólum volt. Egyrészt azok vették meg főként, akinek nagyon sok pénze volt, orvosok voltak, valutával fizettek, de az mindenképpen biztos, hogy mindenki, hogyha Ladára gondol a régi időbe, akkor maga előtt egy családot lát. És én úgy gondolom, hogy a Lada az egy értéket képvisel a mai világban is, hiszen kicsit ki van fordulva, meg el van ferdülve a világ, és hát azt gondolnám, hogy nem azok a drága dolgok, amik valóban értékesek, hanem az értékes dolgok nem mindig drágák. És a Lada is hiába kerül akár 150 000 forintba, attól az még valakinek egy érték, hiszen rengeteg közös élménye volt vele. A programok között lesz majd koncert, aztán hastánc bemutató és Lada szépségverseny. Itt mi fog számítani, Balázs? Hát itt igazából ugye maga a külső, a belső, és ugye látszik az, hogy ki mennyit foglalkozott az autójával. Mit kell tudnunk egyébként Borgát a településről, milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani? Igazából folyamatosan fejlődik a település parkosításra gondolva, illetve most nyertünk pályázatot, amin 2 darab játszótér fog elkészülni. Az egyik egy úgymond 4. Bélás játszótér, hiszen a Kissomlyó-hegyen 4. Béla megállt a tatárok előtt, elől melekülve és megitatta a lovát, illetve az egész csapatát. Azt nem tudjuk ugyan, hogy csak vízzel vagy borral is. Viszont a másik játszótér pedig egy úgynevezett traktoros tematikára fog épülni, hiszen azért mezőgazdasággal is foglalkoznak ezen a településen javarészt az emberek, és én úgy gondolom, hogy mind a kettő tematikus játszótér egy-egy külön világnak állít emléket, és reméljük, hogy ezt a jövő generáció is magával fogja vinni. Említetted a Kissomlyót, mennyire bortermelő vidék Borgáta? Teljesen. A Kissomlyó-hegy a maga bazalt hegyével eszméletlenül nagyon jó borokat tud magából kihozni. Az Otello,
teljesen jó nálunk, és azt hiszem, hogy bárki, aki hozzánk jön, az kóstolja meg, mert egy próbát érdemes megtenni, és elhiszi, hogy bele fog szeretni. Akkor nem csak Lada Fesztivál, hanem egy kicsit már gasztrofesztivál irányába is elmentek, akkor gondolom. Én úgy gondolom, hogy enni mindig kell, és azt szeret a magyar. Reméljük, hogy kedvet kapnak hozzá a nézők. Ki tudják egyébként majd próbálni ezeket az autókat? Lesz rá lehetőség? Igazából megpróbálom folytatni a Pápai Lada Szalonnal egy beszélgetést, hogy legyen mód arra, hogy új autókat hozzanak ki, tehát meg lehessen ismerni az újabb modelleket is. A régire adunk lehetőséget, hogy be tudnak ülni, megpróbáljuk úgy kiszolgálni egy kicsit a közönséget, hogy a versenyautóba is visszük néhány kört őket. Tehát nem az a cél, hogy féljenek benn, tehát nem így, hanem élvezzék. Mikor kezdődnek a programok? Jövő szombaton 10 órától várjuk a kedves látogatókat, egy Lada felvonulással kezdünk, amely kettő községen átvezet, Egyházasegyén, illetve Borgáta községen. Majd a felvonulás a fürdő telepen ér véget, ott kerülnek ezek az autók kiállításra, és ott lesz a további programok között például az Anna and the Big Faces zenekar, illetve a rendkívül népszerű Econard zenekar, a Krajcár fivéreknek a vezetésével, jó kis metál zenéjük van, úgyhogy én azt hiszem, hogy mostanában amúgy is kisekélyesedett ez a zenei világ. Azt hiszem, hogy ez egy jó kis felüdülős buli lesz mindenki számára. Még lesz ugrálóvár, igen, feszültséget le lehet vezetni, úgyhogy felnőtteknek is lesz. Említettétek, hogy bizony ez egy igazi családi program. Mennyire izgulnak a helyiek, mennyire vesznek részt a szervezésben? Én úgy gondolom, hogy mindenkit lázba tart, nem csak Borgátán, hanem a környéken is, és folyamatosan ugyanilyen visszajelzéseket kapunk szerintem, tehát a piacon megállítanak teljesen ismeretlenek, hogy na mi lesz, mi ez a lesz, és hogy menjünk, és miért menjünk, és hogy mindenképpen ott leszünk, és ezek nagyon jó és pozitív visszajelzések, hiszen én azt hiszem, hogy kell, hogy megismerjék a települést, meg kell, hogy ezt az életvitelt egy kicsit visszavigyük a jelen időnkbe, mert mindenki fut, rohan, a drágábbaknál drágább kocsikkal jár, laposabbnál laposabb. Sokszor meg se engedhetik maguknak az emberek, de mégis ezeket használják. Igen. De ugye tudjuk, hogy egy ember nem attól értékes, hogy éppen milyen autóba ül. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és sok sikert kívánok az első Lada lesz előszületi fesztiválhoz. Nagyon szépen köszönjük, Brigi. Köszönjük szépen. Részek szemüveg, ügyességi és motorszépségverseny, látványos baleseti szimuláció és mentési bemutató. Többek között ezek a programok várták a családokat, kicsiket és nagyokat szombaton a motoros és baleset megelőzési napra a Family Center parkolójába. Motorok foglalták el a Family Center parkolóját szombaton. 7. alkalommal hívta találkozóra a Szombathelyi Motorosok Közhasznú Egyesülete a kétkerekűek szerelmeseit, és mindenkit, aki részt vesz a közlekedésben. Mindenkit, aki közlekedik, gyalog motorral, autóval, igazából az is célja ennek a rendezvénynek, hogy a többi jármű kategóriát is összehozza velünk, és itt lehet ismerkedni velünk, meg lehet ismerni a motorosokat, és ott látják, hogy azért nem vagyunk mi olyan rossz emberek. Az évszakváltása tapasztalat szerint mindig kihívás a közlekedésben, többek között ezért szervezik már hagyományosan szeptember elejére a motoros és baleset megelőzési napot. A jó tanácsokat pedig nem lehet elégszer ismételni, mondja a főszervező, idén ugyanis több baleset történt az utakon a korábbinál. A védőfelszerelések használata nagyon fontos, ez már kicsit elcsépelt, de nem lehet elégszer elmondani. A védőruha bukós is, aki életeket menthet. Hát sajnos vannak rá ellenpéldák, akik nem használják. Én 20 éve motorozok most már lassan. Sajnos igen, a fiatalabb korosztályból észrevenni, hogy a szabályokat se nagyon hajlandók betartani, és védőfelszereléseket se igazán hajlandóak használni. A legfőbb cél, hogy már a legkisebbekkel is megismertessék a balesetmentes közlekedés szabályait. A motoros és baleset megelőzési napon azok az érdeklődők, akik sikeresen töltötték ki a kreszttesztet, ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat, a jó gyakorlatot pedig a motoros rendőröktől és az egyik autós iskola oktatóitól tanulhatták meg a kevésbé rutinos vezetők. Profiktól lehet tanulni. Meg még a másik a Street Fighter Show, ami bevonzott minket. Hát ez a kressz kitöltése most igazából csak ilyen üres idő eltöltése.
Elsősorban a gyerekek körében volt népszerű az úgynevezett drogos és a részek szemüveg, amelynek segítségével kipróbálhatták, milyen lehet bódult állapotban közlekedni. Az eredmény mindent elárult. Hát, össze-vissza láttam, mint szédülnék tényleg. A szeptemberi iskola kezdés miatt különösen aktuális a balesetmentes közlekedés, ezt szeretné hangsúlyozni a rendezvénnyel a programnak helyet adó és a szervezésből is aktív részt vállaló bevásárlóközpont. Legyünk figyelmesebbek, legyünk óvatosabbak, gondoljuk meg többször, ha egy olyan közlekedési manőverbe kezdünk, ami esetleg veszélyes lehet. Ez a fő célja ennek a napnak. Természetesen van egy kellemes családi nap jellege is a szeptember 3-ai programsorozatnak, hiszen a család legkisebb tagjától egész a legidősebb tagjáig tudunk programot ajánlani a számukra. A gyerekek ügyességi feladatokon vehettek részt, felülhettek a rendőrmotorokra, kipróbálhatták a tűzoltók fecskendőit. A baleset megelőzési napon mindazok a szervezetek is részt vettek, akik a felkészítésben vagy baj esetén a mentésben, kárelhárításban segíthetnek. Mindenki itt van, aki ezekben a szakmákban dolgozik. Itt van a rendőrség, baleset megelőzési bizottsága, aki az egyik fő támogatója a rendezvénynek. Ők azok, akik útba tudnak bennünket igazítani, hogyha ezzel kapcsolatos kérdésünk vagy aggályunk van. Akinek túl régóta van jogosítványa és találkozik egy izgalmas újdonsült közlekedési helyzettel, vagy éppen a motorosokkal, akikről tudjuk jól, hogy a szelíd motorosok mindig minden szabályt betartanak, akkor bizony elbizonytalan adott helyzetben az ember, hogy ki is következik a sorban egy közlekedési helyzetben. Ebben ők abszolút helyből tudnak segíteni. A gyerekeknek játékosan megtanítják ezeket a szabályokat, és gyakorlatilag velük együtt érkeztek a közlekedési rendőrök, akiknek az eszközeit lehet megtekinteni, így a leggyorsabb környék, leggyorsabb rendőrautóját, a rendőrmotorokra lehet felülni. Ez mind-mind élmény egy családnak. Nem utolsó sorban a mentők is jelen vannak, valamint a tűzoltók, a katasztrófavédelem. Az ő eszközeiket is meg lehet tekinteni, ők is bemutatják, hogy mit tudnak, hiszen ők a mi mindennapi hőseink, és ők azok, akik egy-egy ilyen nehéz helyzetben a legtöbbet tudnak, és természetesen segítenek is nekünk. Ezen a napon bárki beülhetett a régió leggyorsabb csúcskategóriás rendőrautójába, a balesetmentes közlekedésre való felkészülést pedig nem lehet elég korán kezdeni, a legfiatalabb érdeklődő valószínűleg ez az alig egy hónapos kisfiú volt. Igazából nem tudtuk, hogy van, hanem vásárolni indultunk ki, és én meg munkából jöttem be. Kellemes tartással összekötjük. A bevásárlóközpontra elmondható, hogy itt mindig történik valami, hiszen az év során számos programmal várják a családokat. A 7. motoros és baleset megelőzési napon az érdeklődők egy szimulált balesetet és mentési bemutatót is láthattak, és természetesen idén sem maradt el az akrobatikus motorsó. Tápai Tamás Street Fighter bemutatója számos bravúros és elképesztő elemet tartalmazott, amelyek a közönség körében nagy sikert arattak. Ezek közül azonban egyet sem érdemes a közutakon kipróbálni. Izgalmas rész következik, kedves nézőink, mert hogy a sütemény készítéshez tértünk vissza. Laci, ugye ott tartottunk, hogy kivettük a mélyhűtőből ezeket a bizonyos Igen. formákat, amiket elkészítettetek. Közben akkor így elkészítettük ezt a tejszínes csokoládészószt. Én eddig ezt is rosszul csináltam, elmondom a kedves nézőknek, mert nem tudtam, hogy bizony a főző tejszínnel még finomabb lesz ez a bizonyos csokimáz. Ez Igen. egy jó tanács. Ezt így akkor egyenletesen így elkenjük rajta. Nem baj, hogy egy kicsit a formán túlmegyünk, mert... Mennyi időt álljon egyébként ez a süti a hűtőben? Hát egy 20 perc. Tehát elég, hogy megdermedjen ugye a krém benne. Igen, igen. De gondolom a zselatin az elkezd dolgozni elég hamar. Hát igen, de az a lényeg a zselatin használatánál, hogy mindig csak annyit tegyünk a süteményhez, amennyit éppen megkíván, hogy ne egy erős gumi süteményt kapjunk, úgyhogy ebbe a mennyiségbe egy 4 centiliter zselé bőségesen elég volt. És akkor így egyenletesen elkenjük. Mind az ötöt. És mivel egy kicsit előre dolgoztunk, hogy így el tudjuk készíteni ezt a süteményt,
itt otthon már átbontam egy-kettőt még egy pluszban. És azt kell tudni a nézőknek, hogy ehhez a formához van egy másik sablon, aminek segítségével ki tudjuk nyomni a desszerteket, de azt otthon hagytuk. Azaz most megmutatjuk, hogy otthon hogy lehet megcsinálni, anélkül a forma nélkül, mert nekünk olyan úcsincs otthon, igen, csak nektek cukrászoknak. Most először csináljuk így, hogy tehát most voltak akkor ezek a kis tárolóformák, ezek a kis tárolókkal, és akkor így óvatosan ki lett. Tudjuk nyomni a sütőmenetet. El kell mondanunk, hogy ezt most csináltad így először, igaz? Igen, igen. Mert és ez lett volna sikerül benne így a só, hogy így elkészítsük. Ez egy kicsit megadta magát, látjátok át, de szerintem még így is el fog fogyni. De milyen jó, igen, az biztos. Jó, és akkor a végére? A végére pedig egy ilyen kis tejszíhab díszítést formázunk. Ezt huszármintának hívják a szakmában. És akkor Zsolt ráteszi a szőlő díszítést. Mit teszel még rá? Mazsolát. Kis mazsolát. Valaki írta egyébként SMS-ben, hogy milyen ügyes a kis cukrász. Az biztos, hogy nagy segítség otthon szerintem. Okay. Mi lesz a neve a süteményünknek? Tudjuk-e már? Hát mivel tegnap találtuk ki, ezért a nevet is itt együtt a műsor előtt találtuk ki, úgyhogy ez legyen a bozsoki borkrémes desszert. Veronika, milyen szerepet kapnak ugye a sütemények? Azt már említettük, hogy versenyezni is fognak majd a házi sütemények. Így van, azért is fontos, hogy minél több látogató érkezzen Bozsokra, hiszen az ő véleményük is szerepet játszik. Ők megkóstolják a süteményeket és szavazhatnak az általuk legfinomabbnak ítélt süteményre. És a bozsoki szüretnél ti is egy állomás vagytok, ha jól tudom. Így van. A menet még leér a sportpályára, több megállóhelyen megáll, ahol néptáncosok, dalos csoportok szórakoztatják a közönséget, és a kerekes cukrászda előtt is van egy megálló, ahol fagylaltal és süteménnyel kínáljuk a vendégeket és a menet résztvevőit. Mennyire gyakori egyébként nálatok, hogy új és újabb süteményeket találtok ki? Mennyire van erre szükség, hogy saját süteményeket állítsatok elő? Hát nagy szükség van erre, mert a család is olyan, hogy minden időnket nagyjából az üzletházban töltjük, és ezért mi is fogyasszuk a süteményt, és már unjuk esetleg azt a süteményt, akkor törvényszerűen ki kell valami újat találnunk. Úgyhogy mindig a pultunk és a kínálatunk az megújul. Jelenleg így egy jó húzós napokon ilyen 50-60 fajta süteményt, és ezen felül péksüteményt, sósüteményt lehet kóstolni. És hát... Marad ez a kínálatban? Hogy gondoljátok? Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy ezt így a holnapi napra és a hétvégére biztos, hogyan a pultba fog szerepelni. De... hát ez mellett még nagyon sok fajta sütemény is. És ha jól tudom, akkor fagyival is várjátok még majd a szüreti felvonulókat. Igen, igen, hát hála Isten kegyes az idő, és nagyon jó időt jósoltak a hétvégére, reméljük úgy is lesz, és akkor a sütő és a fagy egyaránt fogyócik lesz. Közben pedig én azt kérném Zsoltól, hogy jöjjön ide mellém, sorsoljunk, mert hogy a felajánlásotokból egy 3000 forint értékű süti utalvány vihet el tőlünk az egyik SMS-ezőnk, arra kérlek, hogy húzz egyet, és akkor megnézzük, hogy ki az első szerencsés, köszönöm, a 70-es, 208-04-24-es számról küldte az SMS-t, gratulálunk. Van még egy könyvajándékcsomagunk a Líra könyvesbőt és az Atrium Family Center felajánlásából. Arra kérném a kis cukrászt, hogy segítsen nekem, köszönöm. Akinek pedig gratulálunk, az a 30-as, 54-78-548-as számról küldte az SMS-t. Nagyon szépen köszönjük. Hogy kell megkóstolnunk ezt a bizonyos süteményt? Villával, kézzel, mit ajánlasz hozzá? Hát mindenképpen egy villát kértünk tőletek, és meg szeretném, hogy kóstold ezt a desszertet. Én megkóstolom, és közben, mint cukrász, arról kérdeznélek, hogy ha gyümölcsös süteményeket, vagy gyümölcsös piskótát készítünk, akkor mire figyeljünk? Hát gyümölcsös, hát mindenféleképpen azt a gyümölcsöt meg kell mosni, tisztítani, válogatni, és egyenletes darabokra felvágni, hogyha olyan gyümölcsről van szó, és esetleg, hogyha a piskótába beleszórjuk, azelőtt
szokták a nem nagy nedvességtartalmú gyümölcsöket, mondom például szőlő, eper, egy kis lisztben meg kell forgatni, és akkor a sütemény aljára teljesen nem tud lemenni, hanem ilyen középszinten így megakad a piskótában, és akkor úgy a vágás felülete és a fogyasztása is úgy kiváló lesz. Zsolt, neked egyébként melyik a kedvenced? A hatlapos. És el tudod már készíteni? Részt veszel benne otthon? Igen. Na, akkor most azt gondolom, hogy kóstoljuk meg. Így. Tényleg nagyon jó lett a krém, nem folyik. Nagyon finom, azt hiszem, hogy most sokan irigyelnek engem. És annak ellenére, hogy bort tettünk bele. Nem érezni annyira. Annyira, hogy kicsit egy pikánsát teszi, de ennek ellenére gyerekek is és fiatalok is fogyaszthatják, az autóvezetők is nyugodtan, bátran. Egyébként mennyi az alkohol mennyiség, amennyit most ennél a sütinél megengedhetünk magunknak? Most itt körülbelül egy kiló krémet kevertünk le, és ebbe egy fél deci bort tettünk. Úgyhogy az a lényeg, hogy a bornak fűszeresnek, pikánsnak kell lenni, telítetnek, hogy a süteményben ez kis mennyiségben is nagyot alkosson. És a krém elkészítésénél a hőmérsékletre mennyire kell figyelni? Igen, hát a hőmérséklet az nagyobb befolyásolója, mindennek hidegnek kell lenni, a tejszínnek, a pudingnak, a gyümölcsöket, és nem árt, hogyha betesszük egy kicsit a hűtőbe. Egyedül a zselatinnak kell szobahőmérsékletének lenni, és akkor minden adott egy jó süti elkészítéséhez. Veronika, mennyire vagytok ilyenkor izgalomban, mikor egy ilyen nagy esemény lesz Bozsokon? Hát mondhatnám, hogy szinte egész évben van valami rendezvény, vagy legalábbis minden évszakban, és izgalomban vagyunk ilyenkor a cukrászdában is, de az egész falu apraja nagyja. Ilyenkor ez a rendezvény megmozgat mindenkit, és mindenki szívesen és örömmel készülődik, és bízunk a jó időben is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Mikor érdemes hozzátok holnap érkezni? Hát holnap délelőtt, ahogy mondtam, a gyümölcsös sütemények versenye, ugrálóvár lesz a gyerekeknek ott a borházban 10 órától, és 3 órakor indul a menet, 3-tól 5-ig érkezünk le a sportpályára, és ott folytatódik tovább a vigasság. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és megmutattátok nekünk, hogy hogy is kell elkészíteni. Mi is lett a neve? Akkor még egyszer, Laci, légy szíves, segíts nekem. Bozsoki borkrémes desszert. Igen, egy szőlő virág díszítéssel a tetején. Köszönöm. Nagyon finom, hogyha tehetik, akkor önök is kóstolják meg most hétvégén. Kívánok önöknek ehhez jó szórakozást, látogassanak el Bozsokra is, vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.